Szevasztok, Ferike, mit hozhatok nekünk, mutassátok, mi ez, amit megnézzünk nektek. Renault kulcs, szuper, kettő darab gyári. Szevasz, Petikém, te? Ja, hogy egy Renault Modus, ezt nézegessük meg? Jó, rendben van. Köszöntöm a nézőket, sziasztok, tehát Feri és Peti kívánságára koncerttel együtt. Most egy Renault Modus fogunk megnézni. Tartsatok velünk, próbáljuk meg együtt megnézegetni ezt az autót. Én tudom, hogy érdemes, mert hogy egy egész különleges darab. Egy kettes, vagy 1149 köbcentis, ugye, és 101 lóvas ez a 1.2-es turbós motor. Nagyon csendes, nagyon finom járású, és nagyon jól megy, én ezt kipróbáltam, ezt a járművet. Tele van rakva jó kis extrákkal, és egy végigvezetett szervizkönyve van, amit ide készítettünk már. Az utolsó szervize az hát egy év és egy hónappal ezelőtt történt, 109.000 kilométernél lett leszervizelve. Ezt a motortérben is találtam erről egy ilyen kis certicskét, matricát, amit a szaki bele rakott, hogy legyen emlék majd, aki egyszer belenéz, hogy mikor mit csináltak vele. Tehát berúgjuk a kulcsot, műszerfaj középen van, a Modusnál 112.617 kilométert futott, már is jár a motor, hallani nem lehet különben, ott van két kis digitális ilyen kis kocka, vagy három, ott látszódik ugye a fordulatszám, abszolút nagyon szépen jár a motorja, és rendkívül módon, hát úgy megindul, ha rálépünk a gázra. Minden kialudt, ugye látjátok, ABS is volt, ugye légzsákokból is van, jó sok, ugye van itt elől oldal légzsák a járműben, és függöny légzsáktól is kapott a szerkezetünk. A gyári zene, ami ott fönt is megjelenik, mint Petőfi, látjátok, ez itt közép konzolon, innen is irányítgatható, meg innen is, tehát lehet itt nyomkodni a csatornákat, meg a kompjúterét, és itt van egy ilyen két kis nyíl, le föl, és ott megjelennek fogyasztási adatok, megtehető út, egyebek. Kormánya, ugye láthatólag nem egy elkopott kormány, ugye nem is szabad neki elkopottnak lenni, hiszen 112.000-nél nem lehet kopott kormány egy kocsina. Ezen kívül két darab elektromos ablak, elektromos tükör, ami segít minket egyszer a szellőzésben, egyszer pedig abban, hogy ugye tudjunk hátrafelé nézegetni, esetleges sávváltáskor vagy előzéskor. Az autónk kormánya állítható magassággal rendelkezik. Kiszállok. Van itt nekünk egy szép ülésünk, ami állítható magasságú, és egy oldal légzsákunk, ott a kis jelzés. Hibátlan dohányzásmentes, kellemes, jó illat van benne, és van itt rejtett kis rekeszecske, ide van eldugva, valamit ide el tudunk dugni. Nem tudom miért kell eldugni, de dugjuk el. És azt hiszem, hogy ez a sor, üléssor, ez pedig állítható, látjátok ezen a sinen, végig szalad, majd hátulról meg fogom mutatni, hogy is üzemel ez a dolog. Izofixes, és van itt tálca a hátsó utasoknak. Lehet beletenni egy poharat például, és akkor nem borul ránk. Itt van a függöny légzsákból, tehát a hátsó utasok is ugye védve vannak fejügyileg. Itt hátul kézzel tudjuk tekercselni ugye ezt a zöld színű gyári üveget, és az autónk színe pedig egy szép ezüst metál szín. Tökéletes, épp szép karosszériája van. Minden oldalról és előről is ezt fogjuk majd tapasztalni. Belenézzünk a csomagtartóba. Gázrugó szépen felnyomta. Én pedig, ha ezt megfogom, ezt a kis kallantyút, akkor el tudjuk tolni az ülést. Arra előre, meg hátra. Itt van egy kis tároló, itt van egy kalaptartó, és amúgy szép kultúrált, tiszta a belseje. De ide majd teszünk valamit nektek. Mit teszünk oda, az a kérdés. Hát ezt fogjuk ide beletenni. Ferivel, Petivel és Concertoval megkapjuk ezeket a gumikat Felnistől együtt, ezek téli gumik. Ezeket lehet oda szépen berakni a csomagtartóba, majd fölcsavarozni rá nem sokára. Végnézzük a karosszériáját, a lámpáit. Így néz ki a móduszunk. A szélvédő tökéletes, és a motorját is meghallgatjuk. Még az ablak törlője és a Renault márka jelzésű. Egy varta aksi van benne, mint ahogy ezt láttam, feltöltve folyadékkal a kiegyenlítő tartály, és így ketyerészik ez a motor. Hát csak ennyit látunk belőle tulajdonképpen, de a lényeg az, hogy hallhatóan egészséges, ugye? És itt pedig látjátok ugyanaz a cégnek a márka jelzésével ellátott kis ellenőrző címke,
18. november 27-en, tehát 13 hónappal ezelőtt történt meg ez a karbantartás és szerviz. Várunk benneteket az M3 autóparkba, szeretnétek egy ilyen jó kis variálható csomagterű, ám itt egy nagyon jó motorra rendelkező kis móduszt, ami szépen elindul, hogyha rájöttek a gázra, tehát egy élményautózás biztosít majd, illetve egy szép kultúrát, karosszériát láttok itt, kevés kilométerfutással leszervizelve, 2 év műszakival, nem is aggozom tovább, mindenféleképpen érdemes eljönnötök ide hozzánk az M3 autóparkba. Köszönöm, hogy velünk voltatok, nyomjatok egy ilyen jelet a videó végére, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, nézegessetek nálunk autókat, a viszontlátásra!